A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió 113 ezer forint. A pályázati programban az óvoda mesetarisznya nyelvi tehetség műhelye és a kis fürkészek természeti tehetséggondozó műhelye vett részt 13 gyermekkel. Csapóné Horváth Marianna és Andrási Tiborné tehetséggondozó óvodapedagógusok vezetésével. A 60 órás program célja: a mesék, versek iránt érdeklődő, gazdag fantáziával rendelkező gyermekek, mesék, versek iránti szeretetének elmélyítése, a mesei varázslattal a mindennapi életben is fontos értékrend, önbizalom, tisztelet, szeretet, hűség, kitartás kialakítása, ismereteik bővítése a néphagyományokkal, népszokásokkal való ismerkedés által. A mesék feldolgozásához az élmény maga a természet adja, a mese megjelenéséhez szükséges kellékek jelentős része a természetes anyagok felhasználása. Készül el. A műhely foglalkozások során a gyermekek intellektuális érzelmei, kíváncsiság, alkotási vágy, öröm, sikerélmény, identitástudat gazdagodtak a mesei élmények átélése a néphagyományokkal való ismerkedés során. Az élményszerző, gazdagító és lazító programok biztosították a projektek élmény és felfedező központúságát. Jártunk a Városi Könyvtárban, a Györfi István Nagykun Múzeumban, a földbe vájt kunyhónál, a közeli kiserdőnél. Népi iparművészettel, fafaragással, gyöngyfűzéssel, korongozással, csuhébáb készítéssel is megismerkedhettek a gyermekek. Debrecenben a Vojtina Báb Színházban a Szellőn Szökkelő című interaktív előadáson vettünk részt, ahol a test, a mozgás és a zene szabad játékát élték át a gyermekek. Az újszerű élmény magával ragadta a gyermekeket, egy csodás világba röpítette el őket, melynek során kreativitásuk, fantáziaviláguk fejlődött, szabadon szárnyalhatott képzeletük.